Sálneszki Krisztián kisiskolás szakkörvezető, hát ő már nem kisiskolás, de a kis gyerekeket szakkörvezeti, a mostani vendégünk, és hát egy hozzá a témához passzoló társasjáték, ami 8 évestől 888 éves korig használható a reklám szerint. Ugye a felső korhatár nincsen megjelölve, 8 éves kortól ajánlott. Pedagógus vagy? Kisbolygó felfedező vagy? Ez egy szép párosítás. Igen. És szakkörvezető is vagy most már. A nagy szakkörünk mellett most már kis szakkör is van. Milyen ezekkel a kicsikkel foglalkozni most őszintén? Hát igazából nátpálca és száraz kukorica kérdése az egész. Nagyon sokat térdepelnek, illetve körmösöket kapnak. Viccel. És akkor nincs velük semmi gond. Vizes kötéllel szokta őket verni egyébként. Igen, ez a valóság igazából. Amilyen kicsik, annyira okosak. Ugye ebben a korban gyakorlatilag 8 és 10 év közötti gyerekek, de egyébként hugicák és öcsikék rendszeresen besurrannak, tehát van ilyen 5-6 éves része, ők is időnként beülnek. Hát ők a legokosabbak, tehát tulajdonképpen egy tündéri banda, ugye ilyenkor ebben a korban, mint amíg a szivacs szívnak magukba mindent, úgyhogy hát több gyerek az gyakorlatilag méterre pontosan tudja az összes bolygónak az átmérőjét, de még a napét is, a holdak számát, tehát elképesztően okosak és érdeklődek, és hát persze gyerekek. Mit csináltok most itt éppen? Azt hiszem bontják a rendet, ugye ez délután van, nyilván iskolába ülnek meg egész héten, tehát itt nem is szoktam nagyon azzal, nem is cél, hogy... Van egy nevezetes csillag, külön nevünk hozzá, egyébként illik tudni. Hogy hívják azt a csillagot, amelyik körül látszólag az égbolygán? Igen, már nem emlékszem, hogy hol haladtam el középen a mondatot, de hát ugye itt igen, ő például itt jobb kéz felé, ő egy ilyen beosonó, meg mögötte. Illegális szakkörösök beosontak, hát ugye most utolsó szakkör volt a szaloncukor, ugye rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, de hát azért teljesíteni is kellett érte. Szóval néha azért nagyon kis rossz csontok, de hát ugye egész nap iskolában vannak, ők is fáradtak estére, úgyhogy megpróbálunk sokat játszani, meg néha engedem, hogy ki szaladjon a gőz. Úgyhogy így el vagyunk, játszunk, megpróbálunk okosodni, ha épp derült az idő, akkor már a távcsövesztetéssel is megpróbálkoztunk, de őket még ezek a technikai kütyük nem nagyon kötik le, ezt mondjuk esetleg ilyen módszertani tanácsként mondom olyan, hogy ilyet terveznek. Velük még így játszani kell ilyen érdekes dolgokat fölvetni, mint látható vannak fiúk, lányok, tehát ilyenkor még nem külön, igen, itt a legkisebb része, őt annyira a csillagászti kérdések nem kötötték le, azt hiszem épp próbálja kiszúrni a széket ilyen Mikulás papíron keresztül. Egyébként maga a társasjáték nagyon jó, ajánlom mindenkinek, nagyon jó kérdések vannak, és minden egyes ilyen kártyán, hát nyilván a játékmenet olyan, hogy ilyen kártyákról kell válaszokat keresni, kétféle kérdés van, mert rajta megvan adva a válasz, tehát ugye viszonylag kevesebb, és viszonylag több ismerettel rendelkezők is tudják használni, de bizony vannak igen komoly kérdések, amire egy pillanatra még nekem is meg kell emelni a szemöldökömet, hogy kitaláljam, hogy miről is van szó, úgyhogy tényleg az a 8-tól hát 88-ig biztos használható, mert okosodik belőle az is, aki járatosabb már a csillagászatban. Igen, hát erről a társasjátékról van szó, aminek a dobozát, nagyon szép dobozát itt láthatjátok. Kint lehet a bal felső sarokban megfigyelni a kis logót, a nagy embernek a kis ember az eget nézi. A logó használata egyébként az nem triviális, a illetékes vezetőtől, az IA programnak a illetékes vezetőjétől, Olá Katalintól kell egyeztetést kérni, hogy ez valóban szerepelhessen itt kiadványon. Tehát ami nívós, azon ott lehet, ami nem nívós, azon meg nem. Igen, és azért azt mondjuk el, hogy
Hát én amikor ugye meghallottam az árát, nekem kikerekedett kicsit a szemem, de itt az anyukák mondták, hogy hó, hát nagyon rég járhattam én utoljára játékboltba, tehát itt átlagos társas játék árhoz képest a felér meg lehet kapni, és tényleg nagyon nívós és színvonalas játékot. A Polarisban még van néhány, és nálunk ki lehet mondani, hogy 6000 forintba kerül a játék. Szóval szerintem nincsen rajta extra profit, nem ez a cél. Itt mögöttem lehet látni a hivatalos logót, ez itt Sálenszky Krisztián, ez a kicsi pedig kicsoda, valaki kisszakkörös. Tehát ugye ez egy nagyon, annyira nekem nem tetszik, de jelképes eredeti, vagy jelképes erejű, hogy a idősebb generáció vezesse be a csillagászatba a fiatalabb generációt. Ez is az egyik üzenet és az egyik feladata az évnek. Szeretném, hogyha ezek a szakkörösök, egyszer nagy szakkörösök lennének, de ezt te is szeretnél, hát gondolom. Reméljük, hogy lesznek. Hát már ugye az a kicsike, ugye Máté, Béla, Alex, Flóra, Panka, ők a mi ifjú reménységeink. Hát majd meglátjuk, hogy ez az érdeklődés, tudjuk, hogy ők még nagyon sokat változnak. De reméljük, hogy ha más nem, ez egy olyan élmény lesz, ami azért egész életükben megmarad, és hogyha csillagászatról lesz szó, akkor nem elutasítással vagy semlegességgel. Ugye fognak ők gyermek rajzolni a csillagászat éve pályázatára, mert van egy ilyen egész kicsiknek is meghirdetett pályázati lehetőség. Igen, természetesen januárban indult, tehát most beiglit, ugye megeszik, kihozanodnak az új évbe, január 7-én indul a szakker, és hát persze csatlakozunk minden olyan kezdeményezéshez, pályázathoz, feladathoz, ami az ő korosztályokat illeti, a csillagászat nemzetközi évén belül van. A kis szakkörösben nagy szakkörös lesz, itt egy nagy szakkörös foglalkozásba láthatunk betekintést, éppen Galileiről egy hosszabb összefoglalót láthatunk. Az öreg szakköröseinkkel, nagyon idős, tizenévesek. Ez is egy nagyon kellemes társaság, de hát velük már egy másik alkalommal fogunk majd foglalkozni, majd a 100 óra csillagászatban talán egy nagyon jó lehetőség lesz, hiszen akkor már közel lesz a döntő is, a vetékedő döntője. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál. Köszönöm én is. És jó csillagvadászatot, és kérek egy jó kis átvezetést a következő témához, ami most már a napnak a fénypontja felé fog vezetni.